A kiskörösi városi sportcsarnokban az ünnepi időszakban aktív sportélet zajlott 2021. december 27 és 29-e között. December 30-án pedig megrendezték a Szilveszter kupát, ahol 12 csapat versenyzett az első helyért. A kispályás teremlabdarúgó torna Kiskörösváros önkormányzatának EFOP kötőjel 1.5.3 kötőjel 16 kötőjel 2017 kötőjel 00102 azonosító számú együtt egy szebb jövőért elnevezésű pályázatának köszönhetően valósult meg, melynek fontos eleme a pályázatban konzorciumi partnerként résztvevő 5 település közösségének összehangolása volt. A pályázat lehetővé tette, hogy a résztvevő együtteseknek nem kellett nevezési díjat fizetniük, így térítésmentesen vehettek részt a mérkőzéseken. A rendezvény délelőttjén szűrővizsgálatok és egyéni állapotfelmérés, valamint életmód tanácsadás is zajlott az egészségfejlesztési iroda szervezésében. A programnak fontos részét képezte a települések összefoglaló ismeretanyagának bemutatása, valamint lehetőséget kaptak a szlovák, német és cigány nemzetiségi önkormányzatok is a bemutatkozásra. A nagy izgalmakat tartogató tornán a harmadik helyért a Mátyás Keserű és az Agrolány gárdája küzdött meg egymással, melynek végeredménye 3-1 lett a Mátyás Keserű javára. A csapat nehézségekkel indult neki a megmérettetéseknek. Covid miatt voltak nehézségeink, ketten-hárman betegek lettek, illetve volt olyan, aki vidékről való és nem tudott eljönni, így az elődöntőnek is 2 darab cserével vágtunk neki. A ti csapatatok ugye nem szerepel idézőjelben az amatőr bajnokságban, a hagyományos éves versenysorozatban, erre a kupára álltatok össze. Honnan hívtátok a játékosokat, milyen keret volt, hogyan tudtatok készülni? Hát igazából már 3. éve vagyunk itt jelen a Szilveszter kupán, egy komolyabb baráti társaság, van egy komolyabb kemény mag. Régen is együtt fociztunk ki szórakozásból, a csapat egy része Vadkertről jött, Kiskörösről, illetve voltak Hajósról is, Bajáról is. Ha nézed a kupát összegezve, melyik volt a legjobb mérkőzésetek, hogyan láttad, és melyik volt a legrosszabb? Szerintem nekünk az elődöntő volt a legrosszabb mérkőzésünk, megvoltak az esélyeink, nem tudtuk berúgni, utána kaptunk 1-2-1-re ugye vezetett a srácok, és onnan már mi is összeestünk, vészkapus kellett. Viszont a 3. helyért járó mérkőzés volt nekünk a legkeményebb, és a legjobb meccsünk, 2 cserénk volt, míg a másik csapatnak volt 2 vagy 3 sorsa ér is akár. Mi múlott a 3. hely megszerzése? A 2. félidő végén vagy 2. felében úgy tűnt, hogy már szinte csak ti tudjátok eldönteni vagy elveszteni a mérkőzést a magatok javára. Az első félidőben ugye nagyon nyomtunk, utána viszont a 2 csere miatt elfáradtunk. Én személy szerint a kispadról úgy gondoltam, a 2. félidő 20. perce körül, hogy 10 percen belül nincsen gól, akkor kikapunk, mert ugye a másik csapat sokkal frissebben tud felállni. Viszont a 6. perc környékén megjött az áttörés, rúgtunk egy gólt, utána 2 percen belül rúgtunk egy még egyet, és azt gondolom, hogy a másik csapat azt kicsit összeomlott, és ez volt a mi szerencsénk. Hova helyezed ezt a 3. helyet a Szilveszter kupák sorozatában, amin eddig szerepeltetek? Nagyon előre. Az első évben tovább jutottunk a csoportból, és nagyon-nagyon szerencsétlenül estünk ki a folytatásban. Tavaly előtt pedig, ugye a 2., amikor másodszorra indultunk, akkor pedig a csoportból is szerencsétlenségek árán nem jutottunk tovább, így nagyon-nagyon-nagyon örülünk. A jövőre látunk benneteket ismét itt a kupán? Látunk, remélem egy kicsit többen leszünk, és nem csak 1-2 cserénk lesz. Az első helyért a srácok csapata küzdött meg a BL Metal gárdával, melyen 3-0-ra győzött a srácok csapata. Mivel mi tavaly döntőt játszottunk, egyértelmű volt, hogy a 4 közé mindenféleképp szeretnénk idén is bejutni. Hogyan állt össze a keretetek a mostani kupára? Néhány új arcot is lehetett látni a csapatban. Hát van egy megszokott mag, aki a srácokban játszik már hosszú ideje, ők nyilván adták a magot. A 2 igazoltunk, a Tóth Ákos lett volna, meg a Rácz Dominik, de az Ákos nem vállalta az utolsó pillanatban a játékot, mivel egy injekciót kapott a térdébe. Így a István Lovas Tanya, aki visszalépett, abból kaptuk a Eugene-t a Ákos helyett, így lett meg a 2 igazoltunk. A bajnokság vagy a kupa sikerhez vezető út viszont nagyon nehezen kezdődött. Ugye az első mérkőzésen 0-3-mal kezdtetek az Agrolány ellen. Hogyan láttad akkor a csapat helyzetét, és hogyan ment végig a gárda a kupa győzelemig? Igen, nem ijedtünk meg azon, hogy az első meccsen kikaptunk. Tudtuk, hogy ebbe a csoportba bármi lehet.
Ugye öt tagú volt a csoport, nagyon erős ellenfelekkel, tudtuk, hogy az első vereség, vagy egy vereség az elején ez semmit nem fog jelenteni, bármi lehet ebbe a csoportba, és így is alakult végül is. Úgyhogy végén sikerült megnyernünk a csoportot. Az egyenes kieséses szakaszban a döntőig hogyan teljesített a gárda? Hát nem volt könnyű meccsünk, pont az említett dokok miatt 4 csoportmeccsünk volt. Nagyon fáradt volt a brigád, hiába vagyunk sokan, egyes emberek sokat játszottak, és ez rányomta a bélyegét, ahogy haladtunk előre, egyre fáradtabb voltak ezek az emberek, fáradtabbak voltak, és nagyon nehéz meccset játszottunk a Mátyás ellen is, és a VIP-sek ellen is, vagy Pénzügyőr 2 volt. Tehát nagyon nehéz meccsünk volt. Nem tudok olyat mondani talán, amelyik könnyű lett volna, úgyhogy vértizzad volt, de eljutottunk a döntőig, és sajnos sikeresen behúztuk. A döntő nagyon sokáig úgy tűnt, hogy kiegyenlített küzdelmet hoz, aztán jött 2 gól az első félidő vége felé. Ezeket a történéseket hogyan láttad? Mi vezetett ahhoz, hogy végül is ti tudtátok megnyerni a kupát? Érdekes hangulata volt a döntőnek az ismert okok miatt. Sajnos mi már a meccs előtt tudtuk, hogy mi fog történni. Ez sajnos rányomta a bélyegét a döntő hangulatára, talán a színvonalára is egy picit, de azért próbálta mindkét csapat oda tenni magát ennek ellenére. Azt hiszem, aki látta a mérkőzést, az le tudja vonni a következtetéseket, hogy talán a Jobbik csapat nyert. Fontos volt, hogy az első félidőben, vagy az elején, ugye az első félidő derekán valahogy ti szereztétek meg a vezetést? Szerint ez mennyire befolyásolta a mérkőzést? Minden meccsen az első gól fontos, a döntőben pláne. Ez egy nyugodtságot eredménye, ez a csapat kicsit megnyugszik. Ráadásul utána jött a második gól, ami további nyugalmat hozott, úgyhogy a koreográfia nekünk jó volt. Ez a siker, ez a kupa győzelem a srácok életében mit jelent, hova helyezed el a polcon? Nagyon örülnek a srácok, mert először nyertek szilveszter kupát, a tavalyi döntőben nagy volt az elkeseredés, hogy kikaptunk. Ráadásul büntetőkkel, tehát nagyon kellett már a srácoknak ez a siker. Nagyon akarták, szerintem mindenki látta, hogy mi akartuk a győzelmet, minden mérkőzésen oda tettük magunkat, úgyhogy azt hiszem jó helyre került a kupa az idén. A kupa végül második helyezett nélkül zárult, ugyanis a BL Metal csapatánál adminisztrációs hiba lépett fel, így végül nem érhetett el helyezést a csapat, akik egyébként egy összeszokott gárdával léptek pályára. A keretünk az roppant egyszerű volt, mert ugye a füvön meglévő csapatunkat neveztük, ezt egészítettük ki a fiammal, ugye lehetőség adódott arra, hogy a Medje egyes osztályból tudjunk igazolni, és aki már régebben is a csapatunk tagja volt, a Juhász Tamás, ugye evidens volt, hogy ő lesz a másik igazolt játékosunk. Ők ketten egészítették ki a meglévő csapatunkat. Több igazolásunk nem volt, nem is volt rá szükségünk, mivel a füvön is egy igen elegáns második helyet foglalunk éppenséggel el, ugye az a rossz időjárás miatt abban maradt. Remélhetőleg a tavasz kezdetével ugyanezt a formát át tudjuk vinni, és talán egy dobogót is el tudunk érni, az a célunk. A mostani tornán azért egy nagyon nehéz csoportból jutottatok tovább, voltak meglepetések is, hogyan tudnád a gárda teljesítményét értékelni? Hát a srácokkal nagyon meg vagyok elégedve, mert szerintem minden mérkőzésen 120%-on teljesítettek. Egy picikét így a rajt indulásánál majdhogy nem kevesen indultunk neki ennek a tornának, de én úgy gondolom, hogy nem volt ezzel probléma, mert a srácok nagyon-nagyon helytálltak. Kitettek magukért, a fiatalok azok úgy pörögtek, olyan tűz volt a lábukban, hogy öröm volt nézni a játékukat. Hát ez látszódott is, hogy egy ilyen nehéz csoportból, hát azért megnézem, hogy ki az, aki igaz, hogy egy kicsit a végére nyögvenyelősen, de harmadikként valahogy átcsúsztunk, de utána jöttek az eredmények. Azt hogyan értékelnéd, hogy talán az egyik legnagyobb esélyes az Agrolány csapata ellen kétszer is nem, hogy nem kaptatok ki, egyszer döntetlen, egyszer pedig a pályán legyőztétek őket? Hát igazából ez nekünk nem volt meglepő, mert már a füvön is 2 döntetlen játszottunk, úgyhogy igazából szerintem már úgy kiismertük a játékokat. A első mérkőzésen is, amikor döntetlen volt, hát az is kikimes volt, nagyon kikimes volt. Ott is egy kicsit jobbnak éreztem magunknak, döntetlen lett.
Ugye itt az a második mérkőzésen meg hát egyértelmű, hogy fölé kerekedtünk teljes mértékben. Egy picit beszéljünk arról, hogy az elődöntő után ugye volt egy versenybizottsági ülés, ami menteket hátrányosan érintett, hiszen a döntés értelemben nem kaptatok érmet. Mi történt ott? Te érintett vagy? Gondolom el tudod mondani konkrétan, hogy milyen hibát vétettetek, ha vétettetek, hogyan látod ezeket a dolgokat? Hibát én vétettem. Én ezt bevállalom, és föl is vállalom teljes mértékben. 23-án leadtuk a nevezésünket. Első csapatként, teljesen korrekten, és az első mérkőzésünk előtt ugye átnéztük a nevezési lapot, és sajnos ahova a gollokat írják, oda minden egyes játékosunknak a telefonszámát írtam föl. Ezért úgy gondoltam, hogy hát ezt át kellene írni, mert nem tudják hova írni majd a gollokat, meg hát a Zolinak is szóltam, hogy hát ez így lehet, hogy nem jó. Jó, akkor írjuk át. És itt a meccs előtt csettébe gyorsan átírtam a nevezést, ahol a névsor is szerepelt, és sajnálatos módon a Lázár Zsolt lemaradt. Erről csak én tehetek, senki más nem tehet, erről én tehetek, de az eredeti nevezésünket nem szüntettük meg. Az megmaradt, de nyilván ugye ez volt itt az asztalnál, a zsűri asztalnál, vagy bíró asztalnál. A bizottság úgy döntött, hogy egy nevezési lap van, azon nincs rajta, és a jelenlegi szabályok azt mondják, hogy a jogosulatlan játékos játéka kizárást eredményez. Ben voltam a megbeszélésnek a végén, én próbáltam megfelelő érveket felhozni, amivel engem sújtsanak, én hibáztam bármi. Azt mondták, nem, ez a csapat, én is a csapat része vagyok. Megbeszéltük, hogy a meccs előtt be lesz mondva a hangos bemondóban. Ugye én a csapatot öltözőben felkészítettem, hogy mire számítsanak. Hát pontosan azért, mert tudtam, hogy ha ezt meg fogják hallani, akkor mindenki egy az egyben lemegy a pályáról. És öltözőben volt arra idő, hogy meg tudjam győzni őket arról, hogy igenis, mi álljunk ki, tisztességgel, becsülettel zárjuk le ezt a tornát, játszunk, mert ennek a sportnak ez a lényege. Amatőr sportról van szó, minél többen sportoljanak, és ezt mi tisztességgel, becsülettel fejezzük be. Ezt így is tettük, de nyilván ez azért mindenki látszódott és érződött. A játékot azért kellett befejezni, hogy ki legyen szolgálva azok az emberek, akik bejönnek évek óta, mert rengeteg néző, és ezúton is szeretném megköszönni, mert rengetegen szurkoltak nekünk. Nagyon jó esett. És ez egy ilyen, úgy érzem, hogy ez egy ilyen becsületbeli, úgyhogy nekünk ezt le kellett játszani, ezt a mérkőzést. Nagyon nehéz volt mindenkinek, nekem is, de muszáj volt. A torna végén a díjat Domonyi László kiskörösváros polgármestere adta át, aki kiemelte, a város vezetése számára fontos a sportélet támogatása. Ez egy óriási nagy siker. Ez a tömegsportnak, a labdarúgás amatőreinek ez egy hihetetlen nagy kitartása, egy fantasztikus szerveződés, amit országosan nem sok város mondhat el magáinak. Mi nagyon büszkék vagyunk erre a rendezvényünkre, a fakupára, nagyon büszkék vagyunk a szilveszterkupára, és szeretném, hogyha ez még nagyon-nagyon sokáig így menne. Mi a véleményed arról, hogy nagyon sok játékost, amatőr sportolót megmozgat ez az esemény, és nagyon sok néző is volt, különösen a döntőkön? Fantasztikus az, hogy a lelátó megtelt, és az, hogy minden évben megtelik. A szilveszterkupára minden évben megtelik. Jó időpontban van, mondjuk meg őszintén, két ünnep között, szilveszter előtt, jobban ráérünk, több szabadságot veszünk ki, és ebből látszik, hogy a futball mennyire népszerű, hogy mennyien
kíváncsiak az amatőr futballra, és hogy mennyien jönnek el ezekre a mérkőzésekre. Nagyon örülök neki, hogy a Szilveszter Kupa ilyen sikeres a városban. Róla tudni, hogy azért régebben még te is aktív amatőr labdarúgó voltál. Mi változott szerinted az elmúlt 15-20 évben, amikor még a pályán láthattunk téged is? Én a fakupában voltam aktív labdarúgó, előtte én azért nem fociztam, csak a barátaim berángattak ezekbe az amatőr futballokba. Akkor is nagyon nagy hangulat, vérre menő meccsek, akkor is óriási élmények voltak ezek a fakupa meccsek, és én azért is merek bátran kiállni emellé a tömegsport mozgalom mellé, mert részese lehettem még a 2000-es évek elején, illetve még a 900-as évek legvégén, amikor még a Kofruktba, de még hogyha az ősidőkre visszamegyünk, akkor a mezőkémiába is fociztam, még a 70-es évek legvégén. Úgyhogy nekem tényleg régi gyökereim vannak ide, és a futball annak ellenére, hogy nem volt soha a sportom, de ezekkel az emberekkel együtt lenni, azt az élményt átélni, azt a lendületet, azt az akaratot, amit a fakupában képesek amatőr szinten produkálni, az nagyon-nagyon nagy élmény volt. Egy picit azt látom, hogy változott azért ahhoz képest a foci, a szervezés. Akkoriban nem volt olyan, hogy veszünk játékost. Akkor mi összeálltunk, baráti körök, munkatársak, munkahelyek, és úgy ment a fakupa. Most hallom, hogy azért itt lehetnek már, nem is igazoltak, de jöhetnek vidékiek is. A világ így működik. Nincs nekem ezzel az ég egyet a világon semmi bajom. A legfontosabb az, hogy mindig tiszta és korrekt játék maradjon, mert a sportnak mindig az az üzenete, hogy mozogjunk, de egymást tisztelve, egymást becsülve, és a sport legyen az üzenete és a legfontosabb része a mozgásunknak. Hogy látott Kiskörösön az amatőr sport helyzetét, az önkormányzat mennyire tudja segíteni, nem csak a labdarúgás, az egyéb sportolókat is, és mit tudnál üzenni esetleg az új év kapcsán azoknak, akik mozogni és sportolni szeretnének Kiskörösön? Az elkövetkezendő évben nagyon sok sportfejlesztés lesz a városban. A kormány segítségével és Font Sándor képviselő úr segítségével ezeket a fejlesztéseket legfőképpen azért támogatja a képviselőtestület, hogy minden infrastruktúrát, amit csak lehet, megteremtsünk azért, hogy a gyermekeink, a fiataink jókedvel jöjjenek és sportoljanak. Amatőr sportunk erős, de a versenysportunk is rendkívül erős, és azok a Kiskörösre jellemző, nagy hagyományokkal rendelkező sportágak most is szépen hozzák az eredményt, a férfi kézilabdások és a női kézilabdásaink újra összeálltak, Cérna János úr vezetésével szép eredményeket hoznak, a birkozóink, a cselgáncsozóink, mondhatnék, annyi minden van és annyi lehetőség van ebbe a városba, hogy azt elmondani nem lehet, és hát ugye a jégkorongot semmiképpen nem hagyhatjuk, készen a legújabb lehetőség, bár már az se új lehetőség a városban, kimagasló szintet értek el Szekereskarcsiék, és legvégére hagytam direkt tudatosan a futballt, a focistáink is nagyon ügyesek, gyönyörű eredményeket értek el az elmúlt évben is, fél évben is, és a legtöbb embert mozgatják. Tehát itt nincs miről mesélni, Kiskörösön minden, bármit mondunk, a futball a legnépszerűbb sport. A 350-60 fiatal rúgja a labdát, a nagy csapataink mellett ez egy fantasztikus siker. Dulai Janiék kitűnően szervezik a futball életet. A sportegyesületeink kitűnően alkalmazzák és használják föl a TAO-s lehetőségeket, és ennek az eredményeként vannak eredményeink, vannak sikereink, és vannak utánpótlásaink. Dulai Jánossal éppen most beszéltük a döntő után, hogy
hogy saját nevelésű játékosaink jönnek föl osztályról osztályra, ami óriási eredménye 14 ezer fős városban. A tornán gólkirálynak választották Kerekes Krisztiánt az Agroline csapatából, valamint Szabó Zsoltot a Mátyás Keserű gárdájából. A legjobb kapus címet a Néru SC játékosa, Pszóta Csongor érdemelte ki, a legjobb mezőnyjátékos pedig a srácok csapatából került ki, Róska Marcell személyében.